Tiszteletben köszönöm az ünnepek alkalmazása megjelen testvérek utatokat. Köszönöm a tanácskozásában a kívott emléketet. Javaslom, hogy közösen tűnikében legyünk. Elnök helyettes Molnár Sárvári Éva volt,
lett, és az önkormányzat képviseletében pedig Nyitrai Józsefné volt a helyi választási képviselő tagja. De ezentúl szeretném tájékoztatni mindenkit, hogy tudtak-eink is voltak, Szombati Mária és Bartosi Szabó Katalin személyében. A választási bizottságon a választási időszakban gyakorlatilag 3 fő polgármester és 21 fő önkormányzati képviselő jelöltség volt. El kell mondanom, hogy a kampány időszak alatt a választás tisztaságára vonatkozóan nem érkezett kifogás, és a választás napján rendkívüli esemény sem történt. 2024. július 9-én Göncz városában az 1564 választójoggal rendelkező állampolgárból 960-an jelentek meg és éltek szavazati jogukban. Ez azt jelenti, hogy városunkban a részvételi arány 61,38%-os volt. Az összesített szavazatok alapján a helyi választási bizottság megállapította a választás végeredményét. A helyi önkormányzati képviselők választásának eredménye ellen nem érkezett fellebbezés. A választás eredményét gyakorlatilag 2024. június 13-án 16-órától jogerőre emelkedett. Ezek alapján a göncsi választások végeredménye következő. Göncváros önkormányzatának polgármesterévé független jelölt Sibák János választott a településünk 413 érvényes szavazattal. Továbbá a Gönc településen megválasztott képviselők, akiknek nevét nem a szavazatok száma alapján, hanem szigorúan csak ABC-ben szeretném elmondani. Tehát Göncváros képviselő testületének tagjai Lakatos Máté, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz
és annak alaptörvényéhez hű leszek. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartom. És másokkal is megtartom. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. A polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Gönc fejlődésének előmozdítása érdekében. Gönc fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Istenem. Az elmúlt időszakban sok mindent elvégeztünk,
és hát remélhetőleg az elkövetkező időszakban is megkérjük együtt oldani a problémákat. Polgármester úrral nem először fogunk együtt dolgozni, hiszen a megelőző 5 évet megelőzően azért több éven keresztül és jelző asszonynal együtt dolgoztunk. Sok olyan dolog van, ami terveink között szerepel, vannak nagyobbak, kisebbek, legfontosabb, hogy az a hozzálkodás menetrendje megőrződjön, ami az elmúlt időszakban tapasztalható volt, egy élhető kis város legyen továbbra is. De azokat a fejlesztéseket, amit elkezdtünk, azt be tudjuk fejezni. Az Európai Unió úrhatásával is, hiszen egy pályázatot nem elég megírni, megnyerni, azt el is kell készíteni, és utána 5 évig még bárki, bármikor az Unióban vizsgálhatja. Ez nagy felelősségre szó, nem csak a polgármesterre, a képviselőkre, és minden munkatársra. És ez várható, mert lezárultak azok a 5 éves, 2 éves Európai Uniós ciklus fejlesztések, amik most már lassan kifutóban vannak, és a lezárását pedig mindenki elvégezte. Itt is van néhány olyan dolog, amit le kell zárni, remélhetőleg ez sikeresen meg is történik. És szeretnénk a jövőben továbbra is mindazokat a turisztikai fejlesztéseket továbbvinni, amit terveztünk, pénz hiányában nem sikerült, de hát egy önszínű járott a kirobbiak az ablakon, akkor visszamegy a ajtó, azt szoktuk mondani. Nem lesz könnyű munka. Én ebben partner leszek, és remélem, hogy az önkormányzat polgármester úrral is partner lesz. Szokták mondani, hogy akkor ismerszik meg egymást az ember, és a jó reménységem van, és ezt el is várom a képviselőtestülettől, mert lesznek olyan nehézségek az önkormányzati gazdálkodásban, amik bizony fejtörést tudnak okozni. Tehát nem csak pénzzel, hanem információval is szeretnénk segíteni az önkormányzatot, mikor érdemes minden jelzőkről, a képviselőkről, a polgármester. Hát a lobbizásnak van egy természetet, nem állunk rosszul a választókerületben, bár meg kell mondani, 98 település van, 98. De ez egy fontos szempont számomra is, a Bogoly számára is, és én ebben remélem továbbra is nem tudom működni. Én kívánok továbbra is jó egészséget, ahogy az én házadásban mondtam, hogy egészség legyen, a többit is megveszünk. És hát elnézést kérek, ha nem tudok együtt lenni a önkormányzati képviselőkkel, ahogy terveztük, de 6 órakor már nekem így is tervezett a Sárospatakon, úgyhogy ezért a rész, hogy át tudok jönni, de még egyszer mondom, szerettem volna elsőként gratulálni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt lehetett foglalkozni.
számú települési polgármester esetében bruttó 715 ezer forint. Az illetőt összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. Ugye a közszolgálati kisérviselőkről szóló 2011. 199-es törvény 131 szakasz helybekezdése alatt 100 forintnak elkülön, és akkor ebben az esetben lesz 115 ezer forint. Szeretném bejelenteni a személyes érintettségemet, és egyben amennyiben hozzá a testük kérni azt, hogy végig szavazhassuk. Szabadásra. Hogy elfogadják ezt, hogy végig szavazhassuk, vagy kizárólag szavazhassuk. Ezt észrejutásra. Aki úgy gondolja a testületben, hogy megadja a lehetőséget, annak, hogy én is szavazhassuk, az kéne észrejutásra. Köszönöm szépen, hogy elmondtam. Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse az alpolgármester választására vonatkozó hatályos előírásokat. Ugyancsak a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. 189-es törvény 74 szakasz értekezési szabályozza, hogy a képviselőtestület a polgármester javaslatára titkosszavazással minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának a segítésére egy alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A képviselőtestület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Az alpolgármester jogai és kötelezettségei megválasztásával keretkeznek, a megbízatás megszűnésével szűnnek meg. Tehát a feltétel alapján a képviselőtestületnek egy alpolgármester kötelező választani. Az alpolgármester megválasztásának és tisztségének a betöltésének a módjára határozottan. Okay.
testük, kiveszi a polgármester, vagyis én tudom a polgármester. Jogszabályait megtartom. És másokról is megtartom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Gönczváros fejlődésének. Előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorolja. Istenem. Köszönöm szépen. Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse az alpolgármester költségtérítésére vonatkozó hatályos törvényet írásra. Szintén Magyarország helyen kormányzatairól szóló 2011-109-es törvény 80 szakaszának bekerülése szabályozza, hogy a társadalmi megbízatások alpolgármester havonta tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. Ez összegszerűen 48.200 Alpolgármester úr, bejelentett a személyiségét.
Ők igen, ellenszavazat, egy ellenszavazat, tartózkodás és egy tartózkodással. Megállapítunk, hogy a testület elfogadta a polgármesteri költségvetését. Egy 5. napirendi pontként a polgármester programjának az ismertetése következik. Igyekszem rövidre fogni. Gazdálkodásunkat a teljes körű átláthatóság és a takarékosság jellemezze. Az önkormányzat jelentős a döntéseinek előkészítésébe a nyilvánosság biztosításával bevonjuk a lakosságot és a civil szervezeteket. Terveink között szerepel volt diákotthonunk megfelelő szintű szálláshelyi fejlesztése. Gondolok itt a belső felépítésre, hogy valamilyen szinten alkalmas legyen turisták fogadására. Szeretnénk biztosítani az étkezés lehetőségét az ide látogatók számára. A rendezvényházban harasztálunk a kiállítást, folyamatos programokat, rendezvényeket tervezünk létrehozni minden korosztály részére. Méltó gazdáig szeretnénk lenni a régi strandfürdőnek, ahol első körben megszüntetjük a környezetszennyezést és közösségi teret szintén minden korosztály számára. Havi rendszerességgel biztosítjuk a lakossággal történő közvetlen kommunikáció lehetőségét. A házi orvosi alapellátás mellett törekednünk kell legalább a helyi kórházi labormunka bevezetésére. Vagyis ne kelljen szükszorban, hogy Miskolc húgy az egy tűzfogásra, egy vérvételére. Megfelelően szervezett gondoskodás biztosítunk idősödő lakosaink számára. Kiemelt feladatként kezeljük az önkormányzat szerepvállalását a munkahelyteremtés területén. Együttműködünk a helyi vállalkozókkal, lehetőséget biztosítunk a vállalkozások ide településéhez. A kisebbségi önkormányzattal karöltve folyamatos figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű lakosainkra. Formailag és tartalmilag is átszervezzük a közmunka programunkat, hatékony és értékteremtő közmunka program az önellátás irányába terelés ennek keretében. Ez elindult szemben látható, ami történt egy hete, aki a település ajánlat láthatja, hogy ez a munka beindult, és egy kicsi büszkés vagyok rá, Mozart településre. Keresünk a Vöcsöri település szlovák lakossága való együttműködés formáját. Igyekszünk módot találni a munka, helyben megteremtett mezőgazdasági termékek helyi feldolgozásának lehetőségében. Fásítási program a Göncön születelmű gyermekek számára arányosan. Kijelölt területen születő gyermek egy falültetés. Ezek voltak a hosszú távú tervek, és mondanám rövidebb távon a programot. Meg fogjuk oldani Kutyai kártyúzását, pataknak gondozását, padokkal és szemétárolókkal való ellátását, a közterületek tisztán tartását. Kezdeményezünk az autóbusz és a vasút menetrendjének aktualizálását, illetve magát a vasút közlekedésnek a esetleges visszaállítását, mert erre jelen pillanatban kevés esélyünk van, de azért mondjuk, hogy távolra is készít. Rendbe kell hoznunk hídjainkat, folyamatosan tisztítani és gyomtalanítani kell a padakunkat, elhanyagolt önkormányzati kertjeinket újrahasznosítsá szeretnénk tenni. Folyamatosan figyeljük a pályázati rendszert és élünk az adódó lehetőségekkel. Támogatjuk és segítjük az ifjúság önszerveződését. Lehetőség szerint anyagilag is támogatjuk a Gönczi diákok továbbtanulási szándékát,
az általános iskola kezdését, a bölcsődés és óvodáskori gyermekek nevelését. Szándékunkban áll a polgárőrség újjászervezése. Történelmi és földrajzi értékeinkre épülő tanösvény szándékunkat szeretnénk létrehozni. További kapcsolatot építünk a Kassa mellé települő Molvogyár vezetőivel és az ipari parkban már működő vállalkozások vezetőivel. Különös hangsúlyt fordítunk a Városrendi Kolostor állam megbombására. Megkeressük a kapcsolatokat a Göncölve elszármazott polgárokkal, lokálpatriótákkal, az együttműködés reményében. A szolgáltatókkal egyeztetve csomagautomatákat szeretnénk elhelyezni a városban. Fokozottan figyeljük, keressük a leromlott állapotú önkormányzati útjaik aszfaltozására kínálkozó lehetőségeket. Röviden ennyi lett volna a program két részű, azt a hosszabb és rövid távon. És nagyon bízom benne, hogy ezt előbb-utóbb el is tudjuk érni majd közös esetekkel. Aki tiszteletét mértékét rendeletben lehet megállapítani a törvényi keretek között. Felkérem a jelzőt, hogy ismertesse a képviselő tiszteletéjának megállapítására vonatkozó hatályos törvényjárása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189-es törvénynek a 35 szakasza szabályozza a képviselő tiszteletéjáról szóló rendelkezéseket. A képviselő testület az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek, bizottsági tagjának rendeletben meghatározott tiszteletdíjat természetben iktatást állapíthat meg. Az önkormányzati képviselő számára történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatainak az ellátását. Az önkormányzati képviselőnek a képviselőtestület képviseletében vagy a képviselőtestület továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett számlában hozott szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költsége kifizetését a polgármester engedélyezi. Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvánosodott. Köszönöm szépen! Javaslom a képviselőtestületnek, hogy a bizottsági tagjainak a tiszteletdíjra vonatkozó rendelete a következő ülésen átjöjjön. Amennyiben a testület ezzel egyetért, kérem készülhetéshez. Hat igen, ellenszavazat, tartózkodás, egy. A javaslatot a testület. Hat igen, és tartózkodásra várjuk. Hetes napon a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata. Felkérem a jegyzőt, hogy ismertesse az SMS felülvizsgálatával kapcsolatos jogszabályrendel rendelkezését. Az elmúlt évének a 43 szakasz 3-as bekezdése szabályozza, hogy a képviselőtestület az alakuló ülésen, vagy az azt követő ülésen, hogy az elmúlt évi szabályai szerint megalkotja, vagy felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletet. Köszönöm szépen! Javaslom, hogy a képviselőtestület a soron következő ülése vizsgálja fel az SMS-ét, de a bizottságok tagjait meg lehet választani tekintettel arra, hogy a bizottsági szerkezeten nem szeretnék változtatni. Amennyiben elfogadja a testület, kérem ezzel a javaslattal készlegításra szavazzon. Én szavazok a testület elfogadom. 8. napirendi pontunk állandó bizottságok tagjainak a megválasztása. A hatályos SMS értelmében két bizottság van, Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottság, illetve a Kulturális Oktatási és Sportbizottság 5-5 fővel működik. Felkérem a jelzőt ismertesse a bizottságok megválasztására vonatkozó hatályos törvényi előírásra. A 3. szakasz 3-as bekezdése
napján megválaszt a bizottság, vagy bizottságnak a tagjának. A bizottság tagjának a választása a minősített többséggel születik a döntés. Kérésükre zártulést is lehet tartani, ha a képviselőtestület nem változtatott a bizottsági struktúrán, akkor ezt most meg lehet tenni a bizottság tagjának a választását. A Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjainak a megválasztása következik. Én javaslom a bizottság tagjának és elnökének Vágási Pál. Kérem, elfogadja el, Köszönöm szépen. Amennyiben elfogadja el, és nyilván a személyes érintettségről. Érintettségemet bejelentem, viszont szeretném visszamadni. Kérem a képviselő testületet, szavazzunk be arról, hogy elfogadjuk el, hogy a képviselő urának szavazhassunk. Megállapítom, hogy egy hangot elfogadtuk. Tehát akkor javaslom Párási Pál képviselő urat, Pénzügyi Szociális Városfejlesztési Pénzügyi Szociális Bizottság tagjának elnökét, aki ezzel egyetért, kérem részvételes szavazat. Egy hangulat gyakorlott a testület. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Javaslom a Pénzügyi Városfejlesztési Pénzügyi Szociális Bizottság tagjának, Molnár Barnabásnak, például Molnár Barnabásnak elnökét. Erről is. Köszönöm szépen. Személyes érintettséget Nem kívánok szavazni. Ezt elfogadja a testület, hogy nem kíván szavazni. Kérem, készfegyújtásra lehet. Nem kíván szavazni. Köszönöm. És akkor 5 perc alatt most csak arról szavazunk, hogy elfogadjuk el, hogy nem kívánszunk, most pedig akkor szavazunk, hogy a bizottság tagjának Molnár Barnabást elfogadjuk el, ha igen, akkor kérem részfeljutásról szavazunk. Ha igen, és akkor egy tartózkodással elfogadtuk Molnár Barnabást, mint a Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjának. Javaslom a Városfejlesztési és Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjának Lakatos Mátét, elfogadja, igen? Akkor arra szavazunk első körben, hogy elfogadjuk el, hogy a képviselő szavazzon velünk. Igen? Én igenben elfogadtuk, tehát akkor szavazhatunk, és akkor Lakatos Mátét javaslom újra a Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottság tagjának, amennyiben egyetértve a testület, kérem készen. Köszönöm szépen, hét égenden elfogadtuk. Pénzügyi Városfejlesztési és Szociális Bizottság tagjának javaslom, Kürtökjának javaslom, Vaskó Dula Doroti Krisztinát. Krisztina, elfogadod el? Elfogadom. Jó. Amennyiben a javaslatot a testület elfogadja, Vaskó Dula Doroti Krisztinát a Pénzügyi Bizottságban választjuk, akkor kérem készfeljutásra szavazni. Igen, hét igennel elfogadta a testület. És akkor van még egy, eljött a Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottságban, én javaslom, Olyák Viktoron írva, aki szintén jelen, elfogadja a javaslatot. Elfogadja a javaslatot, tehát hogy felteszem a kérdést, Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottságnak választjuk Évát, amennyiben ezt elfogadja, a kérem készfeljutásra. Köszönöm szépen, hét égen már elfogadtuk.
Kulturális Oktatás és Sportbizottság következik. Bizottság tagjai szám 5 fő, és akkor mondom a javaslatot. A Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának, illetve elnökének javaslom Zsivák Zsolt képviselőtársamat. Elfogadod? Elfogadja? Személyes érintettségét bejelentett, és szeretne szavazni, amennyiben ezt elfogadja, és a készállításra jelent. Köszönöm szépen. Elfogadott, és akkor most arról szavazunk, hogy a pénzügyi bizottság tagjának, illetve elnökének, illetve Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának, illetve elnökének Sivászlatot elfogadja, kérek a készállításra szavazott. Hét igennel elfogadta a testület. Köszönöm szépen. A Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának javaslom, hogy jelölt Szarkány Novák Csillát. Igen, elfogadja a jelölést. Érintettség. Személyes érintettséget jelentette, és nem szeretnék szavazni. És nem szeretnék. Ezt elfogadja a testület, hogy nem szeretnék szavazni. Igen, köszönöm szépen. Jó, a kérdésben elfogadtuk. Tehát akkor arról szavazunk, hogy Szarkány Novák Csilla a Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagja legyen. Amennyiben ezt elfogadják, kérem készvegyünk az első jelzőkét. Köszönöm szépen. Patikenne a testület elfogadta a jelölését. A Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának javaslom Lakatos Máté képviselőtársunkat, amennyiben elfogadja, kérem. Elfogadja. Személyes érintettséget bejártam, szeretnék szavazni. Igen, elfogadjuk ezt, hogy szavazhasson képviselő úr, amennyiben én készfenyítással. Köszönöm szépen, elfogadtuk. Akkor szavazunk arról, hogy a Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjaként Lakatos Mátét javasoltak, ezt elfogadja a testület. Igen, köszönöm szépen. Hét igennel elfogadta a testület. Műsorítva fog következni. Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának javaslom Mesterlédi Sárdi Nikolett. Elfogadja a jelölést. Jó. Tehát akkor a testület arról szavaz, a Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának. Nikolett, amennyiben elfogadja a testület, kérem készülni. Hét igennel a testület elfogadta a tagságát, köszönöm szépen. A Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjának javaslom Blagoj Krisztiánt. Elfogadja. Amennyiben a testület elfogadja a jelölést, kérem készfenyítását. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a testület egyfőn dolgának a oktatási, a Kulturális Oktatás és Sportbizottság tagjait is. A külsős bizottsági tagoknak kérem a szeretném a testvéért. Kérem, jöjjön. Igen. Magyarországhoz, és annak alaptörvényéhez ülleszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartom, a Városfejlesztési Pénzügyi és Szociális Bizottsági tisztségemből eredő feladataimat, Göncváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretet
tökéletesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Köszönöm szépen. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen. És akkor kérem az aláírásra kép. Köszönöm, akkor ezt így, és akkor elnézzük. A Kulturális Oktatás és Sportbizottság Kösös Lajának a esküdtétele következik. Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokon is megtartatom. A Kulturális Oktatás és Sportbizottsági tisztségemből eredő feladataimat, Göncváros fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten segítség. És akkor jöjjön a szintén. Felkérjük szeretnénk ismertek úgy, ami a képviselőket érintjük. Az a kapcsolatban, hogy jövőjük mondatom, hogy minden képviselőnek, illetve a polgármesterünknek is van egy nyilatkozatot kell tenni, ugye a megválasztástól, illetve minden évnek január 1-ig mind a képviselőnek, illetve az egyháztartásnak, illetve a tanítóknak is, illetársnak, illetve a gyermekeknek. Összekészítettük ezeket a csomagokat, át tudjuk adni, és akkor ezeket kitöltve szeretnénk visszakérni. Fontos szabály az MOTV-ben az összeférhetetlenségi szabályok, ezt ugye a 36. szakasz szabályozás taxatíva fel is sorolja. Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselőtestület bizottságának nem képviselő tagja nem folytatott olyan tevékenységet, amely a feladatainak az ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. Az önkormányzati képviselő az összeférhetetlenségi okot a megválasztástól, hogy az összeférhetetlenségi ok felmérésétől számított 30 napon belül kötelés bejelenteni. Fontos szabály még az MOTV-ben, hogy a méltatlanság. A méltatlanság miatt, hogy a képviselő testület határozatával szüntetheti meg az önkormányzati képviselőnek a megbízatását. Ezt is már a jogszabály 37 szakasz a taxatívan felsorolja. Ebből kiemelném, hogy az önkormányzati képviselőnek a megválasztásától számít a 30 napon belül köteles kérelmezni a felvételét köztartozás mentes adózói adatbázisba. Tehát ez is egy feladat, amit mindenkinek kellene teljesíteni. Köteles a képviselőtestületi tag ennek a felvételnek a megtörténését igazolni. Ebben aki kéri tudunk segíteni. Tehát 30 napon belül kell a felvételt, hogy a NAV-val vezetett köztartozás mentes adózói adatbázisba bekerül. Nem lehet sem helyadó tartozása, sem igazából adósság, hatóság felé tartozása. A közös önkormányzati hivatalnak a megszüntetésére vagy létrehozására ilyenkor van lehetőség. 60 napja van a képviselő testületnek, hogy akár átalakítsa, tehát hogy csatlakozza a települ is, amit kívánja. És ez ugye a január 1-ig lépne hatályban. A képviselő esőtételét követően 3 hónapon belül köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen, ezt nyilván nem fogják meghatározni, nem fogják szervezni, néha az elcsúszik, és minden képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente egy alkalommal
Bencésziget intézményében dolgozhasson. Tehát ezt szeretném jelenteni a képviselőtestületnek. Ez nem fogja semmilyen mértékben elvonni a testületi polgármesteri munkámat, de szeretném, hogy tudod erre vinni. Köszönöm szépen. És amennyiben nincs, nem első ízben mondom ezt, hiszen egyszer elmondtam már 2011-ben is, és egyszer elmondtam 2014-ben is. Nekem a célom az, amit a programban megfogalmaztam, szeretnék nyomni, képviselő nyomán, amit már említett nekünk, egy élhető, szép és hangulatos város teremteni Böncön, ahol öröm bejönni, öröm itt lenni, és öröm visszajönni. Mi ezt szeretnénk elérni 5 év alatt, vagy legalábbis én ezt szeretném, és ehhez kérem a képviselőtársaim segítségét mindenféleképpen, mert tudom, hogy ez nagyon nehéz munka lesz, de van egyrészt azért, mert ugye pénzekre kevesebb, másrészt viszont én úgy gondolom, hogy bizonyos mértékig a pénzt lehet egy összefogással útolni, és egy picit kiegyensúlyozni. Világéletemben hittem a közösségi munka, a közösségi az erejében, ezt azt hiszem, hogy nem kell magyarázni, hiszen az életem során egy nyitott könyv kiírtam mindenki előtt, úgy, hogy ezt nem csak mondom, hanem teszem is. És ugyanezt szeretném tenni a jövőben, Böncért is, együtt, testülettel. És amennyiben is tudom.